felcsendült a Viva la Musica komoly zenei koncertsorozat tavaszi évadának utolsó koncertje a református templomban. Az áprilisi koncert rendhagyónak számít, hiszen a megszokott kamarazenekarok helyett a keszthelyi és hévízi tagokból álló Balaton kamarakórus szórakoztatta a komoly zene kedvelő közönséget. Azon kívül, hogy szeretnénk örömet szerezni mindenkinek, aki szereti ezt a műfajt, nekünk nagyon jó az, hogy felléphetünk, a mi csapatunkat is építi, a közösségünket ápolja minden egyes fellépés, és minden együttesre jellemző az, hogy minden fellépés során fejlődünk. Azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen egy koncert felér 10 próbával. A fantasztikus akusztikai élményt nyújtó koncerten egyházi és világi műveket énekeltek a kórustagok. Széles zenei kínálattal érkezett a kórus, a koncerten felcsendültek olyan művészek alkotásai, mint például Johann Sebastian Bach, Handel, ezen kívül ifjúsági énekek feldolgozásait is hallhatták a jelenlévők. Alapítottaként több mint 10 éve énekelek, ugye voltak kihagyások, amikor Berta éppen a kórusvezetőnk elment babázni, de tényleg egy nagyon jó élmény, és nagyon szeretünk együtt énekelni, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenkinek a munka mellett ez egy olyan kikapcsolódás, hogy a zeneiskolába próbálunk minden héten egyszer, és nagyon jól érezzük magunkat, és aznak különösen nagyon jó, hiszen ezért csináljuk az egészet, ha a közönséget is meg tudjuk örvendeztetni a muzsikával. A Balaton Kamara Kórus teljes műsorát megtekintetik a Hévízi Televízió egy későbbi adásában. A következő Viva la Musica komoly zenei koncert szeptember utolsó péntekén lesz hallható a református templomban.